Ez egy dolog, hogy jövőre a Ferencvárosba fogok játszani, de teljesen természetes, hogy számunkra ez a mérkőzés jó erőpróba lehet a következő hétre, és természetesen a cél nem változott éveleje óta, tehát mindent szeretnénk megnyerni, amit meg lehet ebben a szezonban. Miért kérdeztük ugyebár Sós Viktóriát? Az már eldőlt, hogy a Ferencváros és a György csapata játsza majd a női kézilabda kupadöntőt a sportklubban egyébként élő közvetítéssel. Csak hát ugye kiderült az elmúlt hetekben, hogy Sós Viktória jövőre már a Ferencvárost fogja erősíteni. És én nekem mindig az az érzésem, hogy bizony hatása van, hogy például ő a szombati döntőben hogyan játszik majd a Fradi azt ellen, gondolod? Azt meg fogják a szurkolók nézni. Lehet, hogy a sportolók között egyébként is egy picit kitérő választ adott talán azért, mert nem biztos, hogy ezt meg akarta válaszolni, de én úgy érzem, hogy a szurkolók például nagyon figyelnek erre, és számon tartják minden egyes mozdulatát, és majd a jövőre majd elfogják mondani, hogy bezzeg akkor így, meg úgy. Én szerintem ez, ugye szereted a kattintás számot mondani, mint egy hogy akkor foglalkoznak a csapata. Miért nem lehetett megvárni, míg a bajnokságnak vége van? Tudjuk, hogy például ez a két csapat állandóan egymás ellen játszik. De attól ugyanúgy eldőlt volna a szerződés. Attól, ha esetleg nem tisztességesen játszik egy sportoló, ugyanúgy nem tisztességesen játszik, csak még egyel nagyobb a baj, nem is tudod. Én viszont azt mondom, hogy pont ezért nem is kételkedsz benne. Tehát gyakorlatilag ki van zárva az, én szerintem nem foglalkoznak ezzel a sportolók annyit, mint amennyit a média, meg amennyit a szurkolók. De a szurkolók foglalkoznak vele, és ha a szurkolók foglalkoznak vele, akkor egy olyan csapat, aki ezt idejekorán bejelent, és szerintem mindenképpen hibázik. Emlékszem, mi volt a BL döntő előtt, amikor Götze ment a Bayernbe. Kvázi még jó, hogy megsérült, jó, mert mi lett volna, ha játszik. Lewandowski meg tisztességesen focizik a Dortmundban, pedig tudjuk, hogy elmegy a Bayern is. Más, mert egy bajnokság teljes részét nézzük, itt pedig nagyjából azok előtt a meccs előtt ez a kétpórusú magyar bajnokság gyakorlatilag. Tudtuk, hogy a legnagyobb trófeák mindig ez a két csapat csap össze. Tehát ugye a BL-ben is ez volt a nagy baj, amikor a nagy riválisról van szó. De mondom, lehet, hogy ők ezt másképp érzik, és nem eltitkolnak valamit. Eltitkolnak valamit, az nem jobb. Eltitkolás. De azt régen mondta, nem kellett volna bejelenteni. De régen nem az tudtad az például. Hát az az eltitkolás. És az a hír. Sokan azt mondják, nem? Hát szerintem be kell jelenteni, és ezzel szembe kell nézni, felnőtt sportemberek meg kell, hogy szurkolói oldalról nézem, de én azt látom, hogy inkább felbojdulnak a szurkolók, és nem tesz jót. Hát hazudni akkor se szabad. Ez nem hazugság, a szezon végével megvan egy szerződés, amit aláírtak, nem mondják, hogy nem írták alá, csak nem mondják el, hogy aláírták, azért ez nem ugyanaz. Hát be kell lássad. Ha 10 perc ezelőtti példámat hozom, hogy megcsallak téged, és nem mondom el neked, az hazugság, nem? De én a szememnek hiszek. Na nézzük meg, mi történt a Facebookon, mielőtt megint elmegyünk.